Nézzük a tripla tempót, hogy amikor már a dupla tempó sem elég. A 7-es után a 8-os jön, és így hát eltereltük magunkat. Tehát nem is kicsi 20-30 fokos szög maradt, meg nem is 45-50 fokos, hanem ilyen, hát ilyen 70 fokos, 80 fokos, tehát nagyon nagy szög, nagyon vékony. Ez annyira vékony, az a vékonyozás, hogy a falról iszonyatosan elszalad a fehér, átrohan a másik falhoz, és bármilyen lányan lököd, erről a falról megint kilő, és átmegy a másik oldalra. Tehát ilyenkor magától egy fal, két fal, és visszamegy oda. És hát, hogyha ide visszajön, akkor innen egy nagyon vékony álláson marad a 8-ossal. Ez így nem jó. Úgyhogy ilyenkor tripla tempót kell lökni, tehát egy fal, és erősebben jobban átszúrni, és egy fal, két fal, visszamegy a harmadik falra, és még onnan is pattanjon le. Tehát, és onnan is, hogy az lenne az ideális, ha még utána a harmadik falról, itt ezen a vonalon átjön, és valahol itt maradunk ezen a részen, a 8-asra. Tehát tripla tempót megyünk, háromszor megyünk át az asztal szélességén. Ugye ez azért is fontos, mert ha nagyon gyengén lököd, tehát valaki azt gondolja, hogy nagyon-nagyon lágyan lököm. Ugye ha vékonyan lököd, akkor kihagyhatod a golyót, mert ugye bizonytalan lesz a nyesés, tehát nyesésnél ne nagyon lökjünk így lassabbán szorogva, akkor kihagyhatjuk. Vagy annyira lágyan lökjük, hogy nem is megy el a golyó a lyukig, hanem megállít, tehát elsőre a lyukig. Illetve nem tudjuk olyan gyengén lökni, mert akkor is, ha gyengén lököd, akkor is át fog menni ide, és még onnan is ide. Tehát nem tudjuk itt tartani ezen a részen. Na nézzük! És mivel nagy szög maradt a 8-asra, ugye nem tudom itt tartani a 9-esen, ugye hogyha mondjuk egy ilyen szögen maradt volna, akkor egy falról tudtam volna jönni ide, viszont mivel nagyobb szög van, ezért átjövünk a másik oldalra. Jobb közép, és erről a falról átjövünk ide, és a 9-es majd ebbe a lyukba rakjuk. Van még egy ennél is nagyobb tempó, tehát ez már a triplánál is nagyobb, amikor annyira vékony lökésed marad. Tehát nézd meg ezt a lökést, ez már ilyen, hát ilyen 80 fokos körülbelül, 80, majdnem derékszög, 80 fokos szög, és itt annyira elszalad a fehér, hogy még a három, tehát a tripla tempó sem elég, mert ugye egy fal, két fal, visszajön ide dupla tempóra, és a tripla tempónál meg eljön erre a falra. Most, hogyha erre a falra jön, akkor hát ez egy pici terület, most nem biztos, hogy jó lesz például abban a sarokban, vagy ha picit itt áll meg, az már nem jó, mert akkor se oda nem jó, se oda nem kényelmes. Ez a rész itt nem jó. Itt ilyenkor még erősebb tempó, még nagyobb tempó kell, tehát már több, mint tripla. Egy fal, két fal, dupla tempó vissza, tripla tempó, és még innen is jöjjön le valahova erre a részre. És akkor a 8-as jó lehet ebbe a lyukba. Mert annyira vékonyan kell löknöd, hogy kvázi nem a szélét kell célozni, hanem a szélétől arrébb, tehát jobbra, mintha egy rés lenne a fehér és a célgolyó között, mintha mellett akarnád ellökni, és így fogsz tudni vékonyan találni. Ez ilyen optikai csalódás. Megnézem a fantomgolyót. Na és így már lényegében átvettem a másik oldalra, ugye jöhetett volna még, és innentől pedig vagy középre vékonyazom, vagy pedig hosszúba, és stoppot lökök.